Már javában dolgoznak a munkagépek Nyíregyházán. Közel 44 ezer négyzetméteren a volt Vai Ádám laktanya területén épül az új autóbusz telephely és töltőállomás. A megyeszékhelyen jelenleg 80 autóbusz teljesít szolgálatot, ebből 2018 óta 41 darab sűrített földgázzal üzemelő CNG busz. Ezeknek már speciális töltőállomásra van szükségük, amelyek kiépítésére a 80-as években létesített Korányi Frigyes utcai telephely alkalmatlan. Itt azért mind a CNG buszoknak a kiszolgálására speciális műhelyeket kell kialakítani, azért az elektromos autóbuszoknak is majd a töltőállomási részét is itt kell majd kialakítsuk, hiszen említettem, hogy 21 elektromos járművet tervezünk rendszerbe állítani, és egy egészen más jármű fenntartási technológiát fog ez igényelni a jövőben, mint ahogy most működik, és hát maga a telephely nagyságából is adódik, hogy közel 2000-3000 négyzetméter közötti üzemcsarnoki épületek lesznek itt elhelyezve. Egy nagyon komoly járműfenntartási telep lesz, hát a megyének az egyik legerősebb. Eddig is az volt Nyíregyháza, de az egyik legerősebb járműfenntartási telepére számolunk. Ez olyan végeredmény lesz, amely országos szinten is egyedülálló, hiszen egy modern városnak speciális kiszolgáló egységekre és infrastruktúrára van szüksége. Nem elég fiatalítani és környezetbaráttá tenni a közösségi közlekedést, az ehhez szükséges hátteret is biztosítani és fejleszteni kell. Erre szolgál ez a több mint 7 milliárd forintos beruházás, amelynek első üteme 2023. márciusára lesz kész. Ez itt egy teljesen biztonságos, elszaparált, elkülönült olyan terület, ahol a lakóknak a nyugalmát sem fogják zavarni, mivel ezek a buszok nagyon halkak. Tehát ez már egy modern kor. Ez egy modern beruházás, ez nem ugyanaz, mint egy régebbi világban történt beruházás, ahol buszokat fél óráig járatták, hogy egyáltalán legyen bennük fűtés. Én emlékszem rá, gyerekkoromból már nagyon sokat buszoztam, nyilván egy másik városban, de nagyon sokat buszoztam, és hajnali meg éjszakai buszokkal is voltam, amikor mentünk haza, láttam, hogy hogyan megy ez legfőképpen télen. Ezeknek a buszoknak már erre nincsen szükségük, úgyhogy azt gondolom, hogy a terület elszaparáltsága tekintetében ez egy tökéletes választás itt a város szélén. Az elektromos buszok érkezésével tovább javítanák a közösségi közlekedés lakossági megítélését. A pandémia alatt ugyanis a korábbi 15 milliós utasforgalom mindössze 10 millióra esett vissza. A tervek szerint 2024 év végén költözik új helyére a teljes, most még Korányi úti telep. A belvárosi javítócsarnok és parkoló helyére pedig már vannak tervei a városvezetésnek.